Jó napot kívánok, üdvözlöm Önöket, nos hát egy megdöbbentő tényt fogok most elmondani. Tudnélik elutasította a Nemzeti Nyomozóiroda a Demokratikus Koalíció feljelentését, amelyet hűtlen kezelés gyanújával tettünk, miután a Telex cikkéből kiderült, több mint 4 milliárd forint előleget fizetett ki az Orbán kormány 749 darab kínai lélegeztetőgépért, amelyeket most töredékáron lényegében fillérekért próbálnak elárverezni a külgazdasági minisztériumban. A rendőrség azzal a nevetséges indokkal utasította el a nyomozás megindítását, hogy a lélegeztetőgépek elárverezése arra utal, hogy idézem, a minisztérium közpénzzel felelősen gazdálkodik. A Demokratikus Koalíció szerint a rendőrség az Orbán kormány utasítására igyekszik eltussolni az Orbán rendszer történetének egyik legnagyobb lopását. Ennek során 300 milliárd forintot fizettek ki 17 ezer darab használhatatlan, túlárazott, a mai napig raktárakban porosodó lélegeztetőgépért, az üzleten pedig a Fidesz közeli milliárdos elit gazdagodott meg. Ezek a milliárdosok vaskos profitot zsebeltek be a Covid-járványra hivatkozva az Orbán kormány segítségével természetesen, miközben a magyar emberek tízezrei veszítették el életüket a járvány során. Mi, DK-sok azonban véget akarunk vetni ennek. Vissza akarjuk venni a hazánkat az Orbán milliárdosainak zsebeiből, és ki akarjuk söpörni végre az orbáni pedofil hálózatot. Erről szól a szociáldemokrata fordulat, a Dobrev Klára vezette árnyék kormány szociáldemokrata programja. A Nemzeti Nyomozóiroda elképesztő és cinikus indoklása világosan bizonyítja, hogy az Orbán kormány eszközként használja a rendőrséget Magyarország kirablásában. Mégis hogyan bizonyíthatná a kormány felelős gazdálkodását, ha fillérekért árvereznek el méregdrágán megvett kínai lélegeztetőgépeket, amelyekről már a megvásárlások előtt lehetett tudni, hogy nem alkalmasak a COVID-betegek ellátására. Tízezrek haltak meg a koronavírus járvány idején az Orbán kormány felelőtlensége miatt, de a fideszes milliárdosok ebből is hasznot tudtak húzni. A Demokratikus Koalíció szerint a rendőrség az Orbán kormány utasítására igyekszik eltussolni az Orbán rendszer történetének egyik legnagyobb lopását. Ennek során 300 milliárd forintot fizettek ki 17 ezer darab használhatatlan, túlárazott, a mai napig raktárakban porosodó lélegeztetőgépért, az üzleten pedig természetesen a Fidesz közeli milliárdos elit gazdagodott meg. Ezek a milliárdosok vaskos profitot zsebeltek be a Covid-járványra hivatkozva az Orbán kormány segítségével, miközben magyar emberek tízezrei veszítették életüket a járvány során. Mi, DK-sok azonban véget akarunk és véget is fogunk vetni ennek. Vissza akarjuk venni a hazánkat Orbán milliárdosainak zsebeiből, és ki akarjuk végre söpörni az orbáni pedofil hálózatot is. Erről szól a szociáldemokrata fordulat, a Dobrev Klára vezette árnyék kormány szociáldemokrata programja. Köszönöm, hogy meghallgattak, szép napot kívánok!